nagyon nehéz dívairól beszélt, mert annyi megoldatlan kérdés van a pályáján, és ez a bizonyos helyesírás történet is hasonló problematikát vett fel, úgyhogy belevágnék és eljutunk valameddig. Az elején még bevezetésként néhány jól ismert dolgot szeretnék előre bocsátani. Tehát egyrészt azt, hogy Dévai idejében még kialakulatlan volt a magyar helyesírás, és a különböző írásmódok tartva változatossága jellemezte az írott és nyomtatott szövegeket. És hát problémát jelentett a beszéd hangok jelölése. Hogyan lehet egy-egy nyelv, így a magyar nyelvnek a hangjait is a megfelelő jelekkel, betűkkel jelölni? Mert ugye a magyar ABC-nek is ugye az alapja a latin ABC volt, de abban nem volt ő, ű vagy en betű. Hogyan lehet ezeket jelölni? Tehát ez az alapkérdés, hogy hogyan lehet a latin betűket a magyar hangokra alkalmazni. Tudjuk, hogy Magyarországon a kancelláriai helyesírás volt az elterjedt a 11. századtól kezdve, de már az okleveleink is azt látjuk, hogy sokféle, nagyon sokféle helyesírást találunk, sok helyi változatot. És ráadásul ugye egy-egy betű, mondjuk az S betű többféle hangot is jelölt, az S, az S vagy a Z hangot. Tehát, és mások kellett jelölni, hogyha az a szó elején, a szó közben vagy a szó végén volt. Tehát ez egy nagy probléma halmaz volt itt a könyvnyomtatás megindulásakor. A 15. században a kódexek korában jelennek meg az úgynevezett mellékjelek, ilyen diakritikus jelek, amellyel próbálták a magyar hangokat jelölni, tehát például az a nyöbetűt az N betűre, vagy húztak egy vonalat, vagy mellé raktak egy vonalat, és így jelölték például az N betűt. Na most, amikor eljött a reformáció, akkor kétfelől is jelentkezett az igény, hogy legyen egységesebb a magyar helyesírásra is normakövető. Hát egyrészt természetesen a könyvnyomtatás felől, hiszen egy-egy nyomtának megfelelő betűkészlete volt, és hogyha egy új betűt esetleg le kellett volna nyomtatni, ahhoz új betűt kellett önteni. Tehát nem volt mindegy, hogy egy-egy nyomdában milyen helyesírást követnek. A másik pedig hát ez az Erasmus-i program, amit aztán a reformáció is magáévá tett, tehát az, hogy mindenki a saját anyanyelvén ugye olvassa a Bibliát. A Biblia olvasás mindenkinek szóló programjának aztán sok következménye lett, természetesen az első, hogy le kell fordítani a Bibliát, de azt is, ebből viszont azt következett, hogy kell, hogy legyen egy grammatikája az adott nyelvnek, legyen egy helyesírás annak az adott nyelvnek, amivel le tudják írni ezt a Biblia fordítást, és hát az, hogy mindenki olvasson, ahhoz meg iskolák kellenek, ahol tudnak írni, olvasni az emberek. Tehát mindez kialakulva volt ebbe a korba, és Dévai helyesírási munkája egy korai válasz ezekre a kihívásokra. Előadásokban a mű szerkezetét, műfaját, majd pedig a Dévai által ajánlott helyesírást mutatom be, és itt is azt tudnám mondani, hogy a legtöbbet a nyelvtörténészek foglalkoztak Dévain ezen művével, jobban, mert nagyon sok kérdést felvetett, de legalább ennyire fontos lenne egyháztörténeti és irodalomtörténeti szempontból is tisztázni sok mindent ezzel a művel kapcsolatban. Mint látjuk itt a címlapja, hogy ortográfia hungarika, azaz igaz írás módjáról való tudomány magyar nyelven irattatott. A dátum 1549, ez azt mutatja, hogy már Dévai halála után jelent meg, azért, mert az 1538-as krakói kiadás, ahol nem maradt fenn példány, csak ezt az 1549-es szintén krakóval, vietornyomdával nyomtatott művet ismerjük, méghozzá sajnos filológiai kimutatható, hogy sok esetben eltorzítja az eredeti kiadást. A második része egy BA monogramú ajánló levél. Ez, hogy
ez a BA, ez az, ami számomra meglepő volt, hogy egyrészt ugye ma vagy azt fogadja el a tudományok, Abádi Benedek, aki tudjuk a Szilveszter Bibliát is nyomtatta, hogy őt vede Benedictus Abádit. A másik nézet szerint Batizi András ennek a szerzője. Na most az a lényeg az egésznek, hogy ezek nincsenek párbeszédbe egymással ez a két nézet. Mindenki kinyilatkoztat, fölhoz érveket, de ezeket az érveket nem ütközteti, és nem próbálja ez a bonyolult hálót, ami Tévai, Abádi, Batizi, Wittenberg és Krakói Egyetem, hogy mondjam, közös nevezőre hozni, tehát ez a feladat nincs még elvégezve. Minden esetben itt van, ja, és hát a legfontosabb kérdés. Például, hogyha a Bárdi Benedek lenne, vagy akár Batizi András, akkor most ezt melyik kiadáshoz szól ez az ajánlólevél? Már az első kiadásban ugye ott kellett legyen. Ez egy ugye fontos kérdés, hogy ott volt, mert már a Batizi is meghalt erre az időre, tehát 1546 körül. Tehát nincs ez se tisztázva, és a másik, amit még az előző levélnél nem láttunk, hogy miért nincs Dévai neve fölírva. A Dévainak a kártyánál föl van írva, hogy ő a szerző. Amikor ezt második kiadásként kiadták a Krakóban, Nyugdába, akkor garantált, hogy üzleti célból adta ki, mert ez egy jól menő tankönyv volt, tehát üzleti célból adták ki, és Dévai Mátyás neve az azért jól csengő volt, akárhogy is nézzük 1549-ben is még. Tehát vajon miért maradt le a neve a címlapról, ha ez pontosan az eladhatóságot is növelte volna? Erre se válaszolt még manapság a tudomány. Minden esetre ebben az ajánlólevélben a reformáció szellemében a Biblia kiindulópont, János Evangélium 5.39, hányjátok jól meg az írásokat, azok bizonságot tesznek én rólam. Tehát amiről beszéltem, itt azt vázolja ez az ajánlólevélíró, hogy egyrészt a Bibliát ugye le kell fordítani, és másrészt pedig az embereket meg kell tanítani, írni és olvasni. Na most, ami viszont nagyon érdekes és nagyon előremutató az ajánlólevélben, hogy nem csak azt mondja, hogy a Biblia és a vallási szövegek olvasása miatt kell megtanulni, hanem gyakorlati világhasznot is megnevez, méghozzá azt mondja, idézem, hogy egymásnak mindenkünk írhasson, ne kelljen kicsi dologért más ember után járni. Tehát a világi érintkezésben is nagyon fontos lenne, hogy tudjanak az emberek írni és olvasni. Most a következő rész, ez a bizonyos ABC, amivel kezdődik tulajdonképpen a mű. Itt a latin ABC 23 nagybetűit látjuk, és egy W-vel a 24. betű. És hát ami érdekes, és már ezt is kritikával kell illetni, 42 kisbetű van, közte olyan betű is, amelyet például nem említ, aztán később Dévai, tehát ez is kérdéses, hogy mennyire azonos az első kiadással ez a kiosztott betűkészre. Na most ezek után következik ugye a betűk felosztása és magyarázata, erről később fogok beszélni, tehát ez a negyedik rész, és az ötödik rész lesz az olvasókönyv, amiből lehet gyakorolni az írást és olvasást. Ezek a szövegek a következők. Első a KT részek, 10 parancsolat, hiszek egy mi atyánk és angyal üdvözlet. Nagyon érdekes ennek az angyal üdvözletnek a szövege, ugye, mert elhagyja a Szűz Mária közvetítő szerepére vonatkozó részt. Tehát ez egy fél angyali üdvözlet. Üdvözlégy Mária, marasztal teljes, úgy vagyok te veled, te vagy áldott asszonyok közötte, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus. Amen. Tehát nincs az, hogy asszonyom Szűz Mária, Istenem szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Tehát ez a közvetítő szerep kimarad. Ezután jönnek imádságok, reggel, esti imádság, asztali áldás, háladás étel után. Majd pedig jönnek a szentírási idézetek, ezek azok, amelyeket nagyon érdemes lenne a Dévai teológiájával is szembesíteni ezeket a szentírási idézeteket, mert hogy miket tart ő fontosnak, mely részeket az isteni törvény summája, az Isten irgalmasságából van a mi üdvösségünk, a
a keresztviselésről, és hogy nyomorúságunkban Istenhez könyörögünk. Ez a négy rész, ami ezt, ilyen szentírási idézetek vannak, az is érdekes egyébként, hogy milyen fordítás, valószínűleg a saját fordítása. Sólyom Jenőnek van ez az 1967-es tanulmány, ahol elemzi ezeket a részeket, és megállapítja, hogy ezek a részek mind nem Luther Kiskápriára mennek vissza, hanem valamennyi annál korábbi középkori hagyományban lévő szövegekre megy vissza, és az a Kápri anyag is a Kiskápri előtti típust képviseli. Tehát akkor, és most ezt is tulajdonképpen tovább kéne gondolnunk és meg kéne vizsgálni, de annyi bizonyos, hogy nem a kinyomtatás évében született 1538-ban ez a mű, hanem jóval korábban született valószínűleg ez a munka. Ezután jön a következő, az arab és a római számok, majd pedig ez a bizonyos kolófon, ahol ott van, hogy Krakóban Hieronymus Viatornak a özvegyének a nyomdájában látott napvilágot. Hát itt van egy kis anomália arra, hogy mi szerepel itt a végén. Látjuk, hogy először jönnek az arab számok, és itt vannak a római számjegyek. Hát a nagyon érdekes dolog, hogy révész, idős révésznek a 19. században azt mondta, hogy itt van egy CDM, ezt csinálta Népai Mátyás. Gyere! Na most ezt a Mamülben is, ezt, amit a Sepregi Zoltán idézett, szintén ott van, hogy Dévai bíró Mátyás, zárójel C.D.M. Na most, hogyha ők most így, ilyen szemüveggel megnézik, akkor látják, hogy ez a 100, az 500 és az 1000. Ugyanis ott van a 99, és utána jön a 100, és csak a nyomta technika miatt, hogy kitöltsék az oldalt. Ezért nagyobbal szedték, egyébként az arab számoknál is ez van. Na most ez csak egy nagy öröm nekem, hogy erre így rájöttem, de tulajdonképpen nem szabad kárhoz rendeni, mert annyi kérdés van Dévainál, nem csoda, hogy a fát nem látták. Szóval, mert nem ilyen szemszögből nézték már ilyen távlatból, mint mi nézzük. Minden esetre hát ezt a CDM monogramot törölni kell az irodalomtudományról. Na most mi a műfaj? A címlap szerint ugye ortográfia ungarika, vagyis helyesírási könyv. És ahogy már említettem, a helyesírás egységesítése párhuzamosan zajlott le a grammatikai és a biblia fordítási erőfeszítésekkel, amelyek mind az volt a célja, hogy egy művelt magyar ABC, vagy magyar nyelvet hozzanak létre. Másrészt viszont ez egy ABC-s könyv, és akkor itt ezt mind kihagyom az ABC-s könyvvel kapcsolatban azt, hogy ez egy milyen fontos műfaj, és azért is nem maradtak belőle példány, mert ezek az iskolások ebből tanultak ugye olvasni, és természetesen a hit legfontosabb tételei voltak az olvasmányanyag, később egyenesen a KT-t az, és ABC-s katekizmusnak is nevezték. Most akkor gyorsan rátérek arra, hogy mik ezek a betűk, amelyeket felsorol és értelmez Dévai. Egyrészt vannak ugye a magánhangzók, és ott vannak a példák. Látjuk, hogy a bal oldalt van, hogy mivel jelöljük, és a középen, hogy mi a hangértéke, magyar hangértéke, és itt vannak a példák, amelyeket ad ugye neki Dévai. Ugyanígy a következő a diftongusok. Tehát nézzük meg azokat az érdekes betűket. Ezek a nem olyan diftongusok, mint amire mi gondolunk, és ez az egyik zsenialitása Dévainak, hogy két magánhangzó összetétele. De hogy van ez a két magánhangzó összetéve? Úgy, hogy alul van egy magánhangzó, és ugye a tetején van egy E betű, vagy pedig egy vonás, ami íként értelmezhető. Tehát azt mondja Dévai, hogy ezek olyan betűk, amely mindkét magánhangzónak megtartja az elejét. Na most az elejét, ez a latin potestas, tehát a hang értékét. Tehát a diftongus egy olyan hang, hogy nézzük ott az U betűnél, amit hogyha olvas valaki, ejtheti U-nak is, vagy O-nak is. Vagy az E az egy olyan, amit lehet E-nek is, de hogyha a kis vonítás fönt itt jelent, és úgyis kinek milyen a nyelvjárása. És a többi betűnél ugye kompromisszumra kellett, ugye, mert például az O felett az E,
az nem ő és elnek, hanem őnek és elnek olvasható, de ezt akarta ezekkel az egységes jelekkel jelölni, tehát egyik nyelvjárás se erőltette rá a magyar nyelvre, hanem azt mondta, hogy ezekkel a jeleknek a segítségével mindenki a saját nyelvjárásával olvashatja a szöveget. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és egyedi meglátása volt Dévainak. És akkor utána jön a konszonánsok, vagyis a másodhangzók, hát ezt most akkor mindent kihagyjuk, és van a nagy vita kérdés, amit Szilveszternek nem tetszett, ugye az, hogy az mutató névmást ő hasonlította, és azt mondta, nem azt mondta, hogy az barát, behetünk át, nem azt mondta, még egy kicsit, jaj, nem, bocsánat, menjünk tovább. Igen, itt van, igen, az barát, hanem a barát, ugye, az a tíz parancsolat, a tíz parancsolat, ugye két tével, tehát most ebbe is az a fantasztikus Dévainál, hogy itt is tulajdonképpen előremutató, mert valaha a mutató névmásból alakult ki a határozó névelő, és ezt a, hogy mondjam, ennek ugye súlya volt, amikor Kodály Zoltán azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy a magyar istenére esküszünk az ő nemzeti dal megzenésítésébe, hanem pontozott fél hangot rak, hogy a magyarok istenére esküszünk, és ezt tükrözi vissza a Dévai helyesírás, ezt az eredeti állapotát a nyelvnek, hogy hangsúlyos volt a mutató névmás. Na most gyorsan még pár dolgot hadd mondjak el. Fonetikai felismerésekre jutott tehát Dévai, és ez egy fantasztikus dolog. Zöngés, zöngétlen párokat, az A-A különbségét, mint labiális, illabiális, tehát ez is nagyon fontos volt. Akkor nagyon fontos volt az is, hogy megengedő volt például, és azt mondta, hogy van olyan vidék, ahol mondjuk nem CZ-ben írják a szó elejét, hanem TS-sel, megengedte, tehát nagyon megengedő is volt ez a helyesírás. Aztán azt is, és a legfontosabb, gondoljuk Szilveszternek az izőnyelvjárásban írt, ugye, vagy fordított, vagy akár Szent Simonnál is gondolhatunk, ahol teljesen a saját nyelvjárását képezte le, és nyomtatták ki, akkor fordított, hogy ezzel szemben azt mondja ő, aki ismerte nem csak a magyar nyelvjárásokat, hanem kimutathat, hogy ismerte a kódexek korának az írását is, tehát tényleg rettenetes művelt emberrel állunk szembe, hogy azt mondja, hogy a nyelv sokszínűségét őrizzük meg, ne egy nyelvjárást helyezünk előtérbe, hanem egy olyan helyesírás, adjunk, amelyet mindenki a saját nyelvjárásán olvashat. Tehát megalapíthatjuk, hogy olyan nagyfokú önállóságot mutat Dévai rendszere, próbáltak találni 17. század elején német grammatikai ABC-s könyveket, vagy lengyel ABC-s könyveket is. Mindegyikből egy-egy elemmel mutatható ki a kapcsolat, de nagy egészében nem, egyelőre nem találtak mintáját ennek a műnek. Tehát Dévainak azt mondhatjuk, és itt akkor én most elvágom az előadásomat, mert van egy mai szövegkiadás szempontból is egy nagy tanulsága, hogy az ő hogy a helyesírásban is Dévai nagyon előremutató volt, tudjuk, hogy Bornemissza követte, Herta is átvett belőle, tehát nem maradéktalanul süllyedt el az időknek a folyásába. Minden esetre mai szövegkiadási gyakorlatunkban is sok mindent meríthetnénk belőle, de ezt majd, hogyha lesz kérdés, akkor ott folytatom tovább. Köszönöm szépen! Thank you.